Csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Rusvai Miklós, virológus, méhész, állatorvos, gondolkodó ember. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amióta vendégünk volt a Covid, és úgy látszik, jól érzi magát, mint az oroszok annak idején, és azért még marad belőlük, sőt a szennyvizeinkben megtalálhatók, na nem olyan mértékben, mint korábban. Ez mennyire volt veszélyes, hiszen alapjában az egyik alapszakmája állatorvos. Mennyire veszélyesek ezek a vírusok az állatokra? Ha egyáltalán. Nagyon kicsit. Tehát írtak már le fertőződést kutyában, macskában. A nyércek fertőződése volt egy kissé aggasztó, mert bennük mutálódott a vírus, és visszafertőzték az embereket. Ugye mi a 17 millió nyércet írtottak ki Dániában és még nagyon sok más országban. Tehát, ahol nyézfarmokon ugye a prémjükért tartották ezeket az állatokat, na lényeg az, hogy az állatok nagyon kevéssé fogékonyak szerencsére erre a koronavírusra. Akkor, nem kell tartanunk tőlük. Akkor miért kellett kiirtani őket? Azért, mert ők a nyércek fogékonyak voltak. Tehát most én inkább úgy mondom, hogy a többi házi állat, a kutya, a macska, ami alkalmilag esetleg megfertőzik, nagyon-nagyon kevés eset van. 1-2 százas nagyságrendben a macska és pár tucat kutya. Elég érdekesen reagál a világ a kínai eseményekre. Ausztriába újra bevezették, illetve megerősítették a maszkviselés, kötelező maszkviselést. Minek köszönhető ez? Hát sok kínai turista érkezik? Vagy? Nem, tulajdonképpen ők csak fenntartották, vagy meghosszabbították a vonatkozó rendelkezéseket. Biztos vagyok benne, hogy nem is elsősorban a kínaiak miatt, hanem a saját lakosság körében ugyanúgy terjed a légzőszervi járvány, ahogy nálunk is terjedt ugye az elmúlt hetekben, és továbbra is tartanunk kell attól, hogy lesznek megbetegedések. A maszk az minden légzőszervi vírus ellen többé-kevésbé véd. A koronavírus, az óriás sejtes vírus, az influenza vírus minden ellen gátat. Akkor nálunk miért nem? Ha Japánban igen, ha Ausztriában igen, akkor ha mi is tudunk ezzel védekezni, akkor miért nem védekezünk? Én ajánlom mindenkinek, aki bevásárlóhelyre, tömegközlekedése, eszközre megy. Tehát én magam is viselem ezeken a helyeken, nem kötelező. Szerencsére nem olyan jelentőségű nálunk most már tehát nincs járványtudata az embereknek, nincs az a korábbi egészséges tartózkodás, tartás a vírusfertőzéstől, ami az előző két évben az egyéb járványos légzőszervi betegségeket akadályozta. Érdekes, Kínában mindig volt, és ők használták a maszkot rendesen, mégis nagy a megbetegedések száma. Hát, mert most ő náluk elpattant a húr. Tehát egy kicsit túlfeszítették ezzel a zero covid stratégiával. Két éven keresztül tartották fönn, és a lakosság egyszerűen pszichésen nem volt terhelhető tovább, és most átestek a ló másik oldalára, most pedig minden szabad, és a vírus ezt kihasználja. De ugyanakkor, ha jól emlékszünk, Angliába, ott hasonlóképpen döntöttek annak idején, és azt mondták, hogy jöjjön a nyáimmunitás. Ez volt az elején, amikor még egy sokkal nagyobb kórokozó képességű vírus keringett a világban. Tehát ne felejtsük el, ők túl korán az eredeti wuhani változat által okozott első járványhullám során mondták ezt, ami bizony nagyon megszedte az áldozatait. Tehát az Omikron, ami most van világszerte, többek között Kínában is, nem ugyanaz a vírus, mint ami elszabadult 3 évvel ezelőtt Wuhanban. Az az oltás, annak az összetétele, amit a kínaiaknak beadtak, az most jó erre az Omikron változatra is? Ő náluk?
többé-kevésbé jó, tehát mondjuk azt, hogy ha az eredeti vakcinának mondjuk 65-70%-os a védőhatása, ugye egy inaktivált vakcináról van szó, akkor ez mondjuk 5-8%-kal kevesebb, tehát még mindig jóval az 50%-os védőhatás fölött van, amit egy vakcinától elvárunk. A kínai politika neheztel azokra az országokra, az első volt Olaszország, különleges városok is Olaszországban, akik a Kínából érkező érkezőket a repülőtéren teszteltették. Na most nagyon egyszerű, ha holnap el akar utazni Kínába, akkor 24 órával előtte kell egy tesztet csinálni, elküldje a kínai követségnek, és ők engedélyezik, és az engedély birtokában tud check-in csinálni a repülőgépbe. Miért zavarja őket annyira, hogy az érkező országokba tesztelik a lakosságát? Jogukban áll. Ez egy politikai döntés. Nyilvánvalóan politikai relevanciája van. Egyszerűen nem ért egyet a kínai kormány azzal, hogy őket akár csak ilyen minimális óvatossági rendszabályok révén is, de presszionálják valamilyen irányban. Ez szívük joga. Értem. És akkor nézzük az orosz-ukrán háborút. Hát akkor, amikor vírusok vannak, járványok vannak, azok nem válogatnak földre azért, hogy van tűzszünet, nincs tűzszünet, de soha nem beszélünk arról, hogy a katonák között, hisz azért kellőképpen össze vannak zárva, ott milyenek a megbetegedések aránya. Szerencsére ugyanúgy nagyon kicsi, mint ahogy Magyarországon is, ne felejtsük el az orosz és az ukrán hadsereg tagjait is immunizálták, méghozzá a nagyon jó Sputnik vakcinával, valljuk be őszintén, hogy ez egy nagyon jó vakcina, nagyon jó a védőhatása, tehát én úgy gondolom, hogy a hadsereg az kellőképpen védett, ráadásul fiatal, életerős emberekről van szó, a legjobb immunizálhatóságú szelete ez a lakosságnak, hiszen jó immunrendszerrel, fiatal szervezet, tehát én úgy gondolom, hogy a harctéren a Covid nem fogja meggyengíteni a hadviselő felek egyikét sem. Na most minden virológustól azt kérdezi az egyszerű ember, aki találkozik vele, hogy akkor most továbboltassam magam, én jó magam, mindennel, amivel be lehet oltani, be vagyok oltva, mégis minden náthát összeszedek, csak hogy nem halok bele. Ez így van pontosan, ezt várjuk el a vakcináktól. Jelenleg a légzőszervi vírusfertőzések közül kettő ellen van vakcina, az influenza ellen és a Covid ellen, de ne felejtsük el, hogy közel egy tucat másik vírus van, a metapneumovírus, rinovírusok, reovírusok, adenovírusok, parainfluenza vírus, tehát egy csomó olyan vírus van, ami ellen nincs vakcina, de ugyanolyan tüneteiben megkülönböztethetetlen légzőszervi tüneteket okoz, hőemelkedés, köhögés, tüsszögés, orrfolyás. Ön nagyon sok mindenhez ért, de még soha nem kérdeztem önt a patikák helyzetéről. Arról értesültünk, hogy bizonyos gyógyszerek hiányoznak ezen pillanatban a magyar patikákban, nemzetközi ellátási hálózatokra való hivatkozással. Vannak-e hiányzók között olyanok, amik most életet menthetnek? Ebben nem vagyok kompetens, tehát azért minden, lehet, hogy a bevezetője szerint, és nagyon köszönöm az elismerést, de lehet, hogy sok mindenhez értek, de speciál a gyógyszerforgalomnak a pillanatnyi aktualitásait illetően abszolút nem. Mentőkérdés, hogy érzik magukat a méhek ezekben a napokban, amikor a télnek kéne lenni, és nincs éppen tél. Hát nagyon furcsa volt nézni, karácsonykor egy úgynevezett tisztító repülés volt, tehát a méhek kijöttek a kaptárból, és ugye ilyenkor ők kint elvégzik a dolgukat, amit úgy hívnak, hogy tisztító repülés. Ilyet én karácsonykor még nem láttam. 15-17 fok volt karácsonykor az én méhesem környékén. Ez nem pozitív, jó, nem vagy jó, nem jó? Nem jó. Milyen következményei lehetnek ennek? Az, hogy a kórokozók, a környezetben lévő kórokozók és a kaptárban lévő kórokozók nem pusztulnak olyan mértékben, mint ahogy egy rendes térben az elvárható lenne.
Én nem örülnek annak, hogyha az évszakoknak a szokásos ritmusa felborul. Sajnos az utóbbi években ez egyre gyakoribb nálunk is. És a méhek ezt kapásból érzékelik. Persze, a méhek sajnos megérzik, és nem jól reagálnak rá, igen. Mikor szokott ez a tisztító repülés végül menni? Február végén, március elején, amikor már megjelennek az első pollen növények, tehát a mogyoró, az éger már elkezd virágozni, és akkor rögtön utána a méhek már elkezdenek hordani, és megkezdődik a fiasítás, hiszen ilyenkor nincsenek lárvák, nincsen petézés az anya részéről, tehát magyarul a méheknek az a jó, ha a tisztító repülés után a hordás kezdődik. Értem. A következménye ennek egy hatalmas méhpusztulás? Vagy csak elengülés? Nem, ez megint olyan, mint a Covid, hogy nem lesz pusztulás, hanem egy folyamatos gyengülés. Tehát a méheknek az immunállapota, általában a teljesítő képessége az utóbbi években évről évre romlik. A kemizáció következtében lehet ez, az időjárás változás következtében, az egyre több bennük is jelenlévő kórokozó következtében, de lényeg az, hogy a méhek, méhcsaládok teljesítménye romlik. Ennek ellenére ön ajánlja a méhek végtermékének a fogyasztását? A mézet feltétlenül, igen, légzőszervi betegségek ellen legjobb népi gyógyszer a méz. Én a hásmézre esküszöm, de mindenki más döntse a saját maga. Én már a kávét is azzal iszom cukorhelyet. Kedves nézőim, a pontos idő 8 óra. Az elmúlt szűk negyed órában dr. Rusfai Miklós volt stúdiónk vendége. Érdemes ezt a beszélgetést többször is visszanézni. Most viszont következik egy általam vélt objektív híradó. Ha valakinek építő jellegű véleménye van, akkor ragadjon tasztatúrát, írjon, telefonáljon, de előtte legalább kétszer nézze meg. Köszönöm, hogy velünk voltak. A híradó után jövünk vissza. Már is mondom, a híradó után Szaljai Csaba, a figyelő főszerkesztő helyettese érkezik, aztán itt lesz ifjú Lomnici Zoltán, és a mai beszélgetést Seres Attila újságíróval zárjuk. Péntek van, tehát készülünk a szombatra, ne felejtsenek el időben gyertyát gyújtani, és ne felejtsék el, ha egyszerre két egymás utáni pénteken megtartják a sabatot, talán a messiás is megérkezik, a héten nem jött, sőt nem is telefonált. Úgyhogy rajta próbálkozzunk. Most jön a híradó, és utána folytatjuk.